Alternatívák a tanulásban és az oktatásban. Megtartották a 15. gyermekvédelmi szakmai napot. Folytatják a Ne fűts hulladékkal mozgalmat. A levegőszennyezés megfékezésére indult civil kezdeményezésbe a képviselőjelölteket is bevonták. És Mihály napi vásár tartottak a Csillagfürt óvodában. Nem csak azért, hogy felelevenítsék a népszokást, hanem azért is, hogy gyűjtsenek az OVIS csoportok plusz kiadásaira. Kezdődik a Városi Magazin. A stúdióban Kálai Lajos. Jó estét kívánok! 15. alkalommal tartottak gyermekvédelmi szakmai napot Budaörsön. Ezt évente egyszer szervezi meg az önkormányzat és az Esély Szociális Társulás, Szociális és Gyermekjóléti Központ. A szervezet neve bonyolult, de a téma is az, amivel foglalkoztak. Az alternatívákról volt szó a tanulásban és az oktatásban. Előadást tartotta Resuli, a Megújuló Oktatásért Alapítvány elnöke, a 2.0 tanulócsoportok vezetője, és egy pedagógus az otthonoktatás témakörében. Végveszélybe kerültek azok a tanulási formák, amelyek eddig a sajátos nevelési igényű gyerekeknek szabadságot adtak, kitörési továbblépési lehetőséget biztosítottak. Ezekkel a gondolatokkal nyitotta meg a 15. gyermekvédelmi szakmai napot Vittinkov Tamás a település polgármestere a Budaörsi Városházán. Az intézményi autonómia teljes felszámolásával, az igazgató központi miniszteri kinevezésével, az oktatási rendszer központosításával lényegében már csak a kisközösségek ellenállása az egyetlen olyan civil erő, amely még valamilyen formában tenni képes hatékony lépéseket. Ezeknek az alternatív kezdeményezéseknek a képviselői tartottak most előadást az érintett szakemberek előtt. A meghívottak között szerepelt például Ruzsonyi Ágnes, a Budaörsi 2.0 tanulócsoport vezetője, Szabó Réka Andrea, az otthonoktatás képviselője, és a Resuli Alapítvány megszervezője, Rózsa Ildikó is. Én most azt látom ebbe a helyzetben, hogy gyakorlatilag egyéni munkarendet lehet igényelni, csak még azt nem tudjuk, hogy hol, és mikor, és hogyan, és hogy annak milyen kimenete van. Ez nem csak hogy stresszes állapotba hozta az embereket, nem ez a legnagyobb baj, hogy bestresszeltünk, mert már eddig is tök sok mindenen volt stresszelnivalónk, hanem az, hogy ez gyakorlatilag teljességgel elbizonytatott mindenkit, és az elbizonytatás, a félelmet erősítés, a félelem pedig a tehetetlenséget. A tehetetlenséget viszont már igen nagyon jól ismerjük sajnos. Rózsa Ildikó évek óta küzd az alternatív oktatási lehetőségek képviselőjeként, a jelenlegi autoriter, elavult, központosított és kirekesztő oktatási struktúra ellen. A vendégek előtt annak a lehetetlen helyzetnek a megoldása érdekében szólalt fel, amelyet a 2019. július 12-i köznevelési törvény módosítása teremtett. Szerintem elég sok mindent lehetne tenni, erre elég komoly tervek vannak. Pillanatnyilag azt gondolom, hogy szétszórva vannak ezek a tervek, tehát elaprózva. Ugye mindenkinek megvan az, hogy neki mi a saját érdeke, vagy mit értett meg abból, hogy ő hol érintett. Ez egy ilyen személyes ügy. Aztán van a közös, vagy a kis térségekben, vagy a kis területeken, például itt most Budaörsön egy elég komoly saját ügy, és akkor van az országos ügy, ami meg ki tudja, hogy összehozható. Azt gondolom, hogy egy komolyabb összefogásra volna szükség. Elméletben nem lehetetlen, viszont ehhez már egy felépítettebb apparátus kell, tehát itt odáig kéne eljutni, hogy egy közös cselekvést valamilyen módon. Mi indítottunk egy ilyen kampányt, amiben az volt, hogy téged is érint, ez volt a, vagy ez mostanáig is a szlogán, hogy megértik az emberek azt, hogy mindenkit érint valahol. És ez nem attól függ, hogy van-e gyereke, és hogy hány éves a gyereke, vagy éppensége, még attól se függ, hogy mondjuk Magyarországon van-e. Mert akkor is érinti. Tehát, hogy valamilyen módon ezt az érzést kellene fölébreszteni, ami nyilván egy nagyon hosszú folyamat, mert van egy múlt, ami mit akadás ezt akadályozza. És mik a tapasztalatok, mennyire értik meg? Ez megint csak attól függ, hogy van egyáltalán szándék megérteni, meg hát elég súlyos információ hiány van, azt látom. Tehát, hogy még augusztus végén is találtunk olyat, aki nem tudta, hogy ez a törvény módosult. Tehát, hogy miközben van három gyereke, és mondjuk szeptember 5-én szembesült ezzel a ténnyel, amikor meg ugye már most például nem nagyon volt mit csinálnia. Tehát, hogy nagyon most már így azért jönnek be a történetek, hogy amik korábban is voltak és nem voltak, azok se gyönyörű szép történetek, de most igazán nagy a feszültség. Tehát most nem is tudom, hogy fogalmazok, ilyen félelem, fájdalom, szomorúság keveréke. Tehát az, ha rossz irányba indul el, mert pedig erre is megvan az esély sajnos, akkor ez meg a tehetetlenséget fogja növelni súlyosan. Tehát akkor beáll így az ember és azt mondja, hogy jó, akkor ez se sikerült, itt tényleg nincs mit csinálni. De azért van. Szerintem igen.
Ez a 15. szakmai nap, amit Budaörsön tartunk, a Városi Önkormányzat és az Esélytársulás Szociális és Gyermekjóléti Központ közös szervezésében. Mindig előre kell gondolkodnunk abban, hogy milyen témaköré fonjuk az aktuális rendezvényt, és az a gyakorlat, hogy már márciusban el kell kezdeni gondolkodni azon, hogy szeptember, október, november tájékán miről beszélgessünk majd, és most, amikor leültünk együtt a Teller Anikóval, a kabinet gyermekvédelmi szakértőjével, és Plangár Petrával, a szakmai vezetőnkkel, hárman egymásra néztük márciusban, és azt mondtuk, magántanulóság. Akkor még igazából nem lehetett semmi biztosat tudni a dologról, de lehetett érezni, hogy ezen a területen lesznek olyan változások, amit jó lesz, hogyha a szakemberek együtt megbeszélnek. Ezen a konferencián arról fogunk beszélni, hogy milyen lehetőségek vannak, illetve maradtak a szabad tanulásra. Itt az alternatív iskoláknak a hálózatát működteti a Resuli Alapítvány, a 2.0 tanulócsoport is egy sajátos oktatási forma, amit Budaörsön nagyon népszerű és nagyon sokan követik, illetve a harmadik előadó is az életiskoláról fog beszélni, tehát olyan lehetőségeket, illetve olyan variációkat mutatunk be, amik a közoktatás köznevelés rendszerén kívül esnek, de nagyon hatékonyak. Az előadásokat követően természetesen lehetőség nyílt arra is, hogy megvithassák a hallottakat, és ki-ki megfogalmazhassa a maga számára a továbblépés lehetőségeit. A Ne fűts hulladékkal mozgalom egyik elindítója, Váradi Zsolt van itt a stúdióban. Jó estét kívánok, köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Jó estét. Most már talán egy éve is van, hogy itt járt, illetve itt jártak, mert akkor többen is jöttek. Akkor kezdték el ezt az akciót, ezt a mozgalmat Budaörsön. Akkor is azt kérdeztem önöktől, hogy hát ez ilyen nagy probléma Budaörsön, és azt mondták, hogy igen, azért ez elég nagy probléma. Hát azóta eltelt egy év, számos dolgot csináltak, majd ezekről kérdezem is, de hogy látja, van ennek eredménye? Jobb most a helyzet, mint egy évvel ezelőtt? Hát egyelőre nem, de tehát csak személyes tapasztalatok alapján tudjuk mondani, hogy igen, tehát hogy van, aki, például a kollégám, akivel együtt csináljuk, Szűcs Winkler, Robert, ő például ott az utcájában ott azt vette észre, hogy van, aki már legalább letagadja azt, hogy ő azzal fűt. Tehát hogy érzi, hogy ez valamilyen kicsit kellemetlen dolog, úgyhogy ez már egy előrelépés. Hát nyilván ezt mérni kéne, meg valami nagyszabású felmérést csinálni, hát erre se energiánk, se pénzünk, tehát hogy ezt nem hiszem, hogy a mi feladatunk, vagy nem is hiszem, hogy ezt annyira így kéne mérni, de mindenképp én biztos vagyok benne, hogy van valamiféle hozadéka. Ez a kampány alapvetően arról szólt, hogy megpróbáltak elmagyarázni, hogy miért káros, hogyha hulladékkal fűtenek, legyen az akár csak egy festett fadarab, tehát amin festék van, és a festék is leég róla, vagy legyen az mondjuk, ami sajnos elég gyakori, a cipő, a kartonpapír, a különböző egyéb műanyag csomagolások. És mondjuk, ha azt nézzük, hogy Kelet-Magyarországon, ahol szegényebbek az emberek, ott hát nem tudnak mással fűteni, ezzel fűtenek. De itt Budaörsön az ember azt gondolná, hogy hát itt tudnak máshol fűteni, legfeljebb azért gyújtanak be ezzel a kályhába, hogy ne kelljen elvinni a hulladékgyűjtő udvarba, vagy ne kelljen megvárni a lomtalanítást. Így van, ez egy jó megközelítés. Lukács András pont itt a múlt heti találkozón elmondta, hogy végeztek egy felmérést, és a felmérések alapján az derült ki, hogy ez csak kismértékben a szegénység miatti dolog. Nyilván országrészenként ez változik, de itt Budaörsön ez biztosan kijelenthető, hogy itt biztos, hogy nagyon-nagyon kicsi az aránya azoknak, akik a szegénység miatt csinálják ezt, és a legjellemzőbb az ez, igen. Tehát, hogy az udvaron fölhalmozott, tudom én, ablakkeretek, ajtókeretek, mindenféle festett fa. Én azt gondolom, hogy itt Budaörsön azért az, hogy most műanyag, meg gumi, tehát ez ezért én szerintem ez nem igazán, vagy ez nagyon-nagyon ritkán fordul elő, vagy nagyon extrém, egy-két eset lehet szerintem ilyen, de többnyire ez a festett fa. Ez az, ami, de hozzáteszem, ez egészségügyi szempontból nagyjából ugyanolyan káros, mint, hát hogyha nem mondjuk feltétlenül a gumi, de mint hogyha ha tényleges háztartási hulladékot égetnének. Itt van az ősz, hullanak a falevelek, most már egyre jobban, aztán utána még jobban hullanak, és hát akinél sok fa van, ott nagyon sok zsákot kell megtömni falevéllel. Sokan azt mondják, hogy hát akkor nem fizetik ki ennek az elviteli díját, meg nincs is kedvük begyömöszölni a zsákba, hanem összegyűjtik, akinél van arra lehetőség, az mondjuk egy olyan helyre, ahol egy kicsikét ki is tud száradni, majd jól elégetik. Na most ez legalább olyan káros, nem? Főleg mondjuk a diófának a levele.
Az, hogy a diófának a levele, azt nem tudom pontosan, de igen, tehát hogy ott a diófa az egy másik kategóriába esik, de ez az egyetlen dolog, amiért a, vagy nem ez az egyetlen, de ez egy egyetlen hatósági dolog, ami az önkormányzat, ez kiderült ezen a megbeszélésen, tehát hogy az avarégetés az az, amit még mint hatóság tudja szabályozni, vagy büntetni ezért. Erre is volt még ezt megelőző valamelyik, még a januári-februári valamelyik összejövetelünk alkalmával szintén Lukács András mondta el, hogy azért itt vannak megoldások, tehát egyrészt ugye komposztálót is lehetett kapni, egyrészt lehet vásárolni, harmadrészt, ha valakinek mondjuk nagyobb a kertje, akkor az is egy megoldás, hogy csak félrehúzza valamelyik sarokba, aztán hagyja ott egy-két évig, és kész, és akkor ott elkomposztálódik magától. Mm-hmm. Tehát egyáltalán nem feltétlenül kell azt elégetni. Hozzáteszem, itt Budaörsön nem is szabad. Tehát hiába húzom én be a faleveleket a sarokba, aztán a szél majd visszahúzza. Jó, de hát ezt lehet akkor egy kis fa keretet csinálni neki, tehát azért erre vannak olyan megoldások, amik, de mondom, Budaörsön nem is szabad avar, tehát nem szabad elégetni a zöld hulladékot. Már kétszer említett egy megbeszélést, ez szeptember 25-én volt, és erre önkormányzati képviselőjelölteket hívtak. Így van. Mi volt a cél, és mire jutottak? Hát a cél az volt, hogy meghallgassuk az önkormányzati képviselőjelölteket, hogy az önkormányzati választás előtt, tehát hogy mégis mi az, amit ők erről az egész témáról gondolnak, hogyha mi nem feltétlenül gondoltuk azt, hogy most valami kidolgozott programtervük van erre, de hogyha van, azt szívesen meghallgatjuk, illetve beszélgettünk. Tehát ez egy beszélgetés volt arról, hogy mégis mi, mint civil mozgalom, mire számíthatunk az önkormányzat részéről, gondolkozik az önkormányzat, vagy hát az jelöltek, tehát hogyha esetleg ők kerülnének majd be az önkormányzatba, akkor ők hogyan képzelik ezt az egészet, hogy ők milyen szerepet tudnak vállalni. Nagyon jó beszélgetés volt, sok-sok minden kiderült. Az országban van erre már valamilyen példa, vagy minta, vagy szerte Európában? Tehát, hogy bármilyen rendeletet alkot egy helyi közösség, és akkor mondjuk a közterület felügyelőként, csak most erre gondolok, de lehet, hogy van rá más megoldás is. Egyrészt figyelik, másrészt, ha hozzájuk bejelentés érkezik, akkor kimennek, becsengetnek, és mondjuk jól megbüntetik azt, aki hulladékkal tüzel. De hogy tudják azt bizonyítani? De nyilván kell valami műszer, vagy valami kell, mert az, hogy jön ki valami a kéményből, hát az elég szubjektív dolog. Sajnos ez egy nagy probléma. Egyrészt a közterületfelügyelők mondjuk pont ők ugye a közterületen történő dolgokért tudnak csak felelni. Az, hogy magánterületen mi történik, ők se nem mehetnek be, tehát az nem tartozik hozzájuk. De ki jön a füst közterületre is? Hát ki jön a füst közterületre is, igen, erről tavaly próbáltunk egyeztetni, összehívtuk a helyi tűzoltóságot, a helyi rendőrséget, a katasztrófavédelmet, a budakeszi járási hivatalt, az önkormányzatot, és akkor megjelentünk mi a levegő munkacsoport részéről is, illetve mi, mint a mozgalom két képviselője, Robival. Na most sajnálatos módon a katasztrófavédelem, a budakeszi járási hivatal és a rendőrség, ő egy nappal előtte, a megbeszélés előtt ezt lemondta, ezt a találkozót. Most ennek, hogy milyen okai vannak, nem egészen tudom, én nem akarok semkit sem, semmivel se. Na mindegy, én mondom az én interpretációmat, egyszerűen szerintem számukra is kiderült, meg ők is tudták, hogy ez egy olyan dolog, ami nincs rendezve hatósági szinten. Nincsenek meg jól a folyamatok, ki miért felel. A helyzet az, amit én megtudtam, hogy a rendőrség egyrészt egy országos szervezet. Tehát az, hogy ők Budaörsön, hogyha valamilyen illegális hulladék égetést tapasztalnak, akkor mondjuk úgy döntenek, hogy ők bemennek a házba, hogyha ez történik, és büntetést szabnak ki. Ezt nem tehetik meg, tehát nem teheti meg csak Budaörsön, akkor Hódmezővásárhelyen is ugyanígy kell. Tehát, hogy ők országos rendeletek alapján működnek, ez kiderült, tehát ők ezért ebben a témában nagyon nehezen tudnak segíteni. Ez az egyik. A másik meg, hogy bajban vannak azért, mert egy rendőr nem járkál ilyen műszerrel, hogy akkor most megmérje azt a... Ezért egy fa tüzelésből is lehet olyan érzete az embernek, hogy az valami káros anyag, miközben nem. Tehát, hogy ez egy nagyon nehéz téma. Akinek van erre műszere, az a katasztrófavédelem, csak hát ők is, én azt gondolom, hogy véletlenül elég szűkös kapacitással dolgoznak, tehát ez nem úgy megy, hogy én kihívom, és akkor mit tudom én, 20 perc múlva, amíg még folyik ugye a káros tüzelés, ki is jön a katasztrófa védelem bemérés, akkor már van egy hivatalos mérés azzal tekintetben, hogy
hogy itt ki lehetne szabni valami büntetést. Tehát ez nem működik, a Budakeszi járási hivatal pedig úgy tűnik, hogy hozzájuk lehet ugye hivatalosan bejelentést tenni, ők azok, akik egy eljárást megindíthatnak, csak hát ott meg az a helyzet, hogy hát azt hiszem havonta cserélődnek az emberek, vagy szóval iszonyú nagy a fluktuáció, én ezt tudtam meg, illetve mit tudom én, napi több, mondjuk ez a téli időszakra igaz nyilvánvalóan, napi nagyon sok bejelentésre van mondjuk egy ember vagy kettő, aki ezzel foglalkozik, tehát egyszerűen feldolgozhatatlan. Magyarul az egész rendszer rossz, úgy, ahogy van, de közben pedig én azt is éreztem, vagy kiéreztem sokszor így a visszajelzésekből, nyilván egyrészt hárításnak is felfogható, de legyünk jóindulatúak, abban minden szereplőnek igaza van, és egyébként az összes ezzel foglalkozó szervezet, mint például a levegő munkacsoport is mindig azt mondta, a kommunikáció a legfontosabb része a dolognak. Hát tehát minél többször tudnak örök tenni, így van. Így van, tehát hogy minél többször, minél egyértelműen el kell magyarázni, és egyébként a beszélgetés során a képviselőjelöltek is, és ezt mondták, hogy persze, mondjuk például felvetettük azt, hogy mi van akkor, hogyha az önkormányzat hoz egy rendeletet, vagy valamilyen módon ezt megoldja, hogy mondjuk óvodák, iskolák, bölcsödék 50 vagy 75 méteres körzetében egyáltalán nem lehet fával fűteni. És azért nem lehet fával fűteni, mert maga a fatüzelés az nem ördögtől való, csak hogy az esélyese legyen meg annak, hogy tehát semmiféle szilárd tüzelési anyaggal, se fa, se szén, semmilyennel ne lehessen fűteni. Erre... Akinek nincs más lehetősége, akkor ki fogja neki bekötni a gázt. Tehát erre mondhatja az ember, hogy szívesen fűtenék én gázat, tessék nekem bekötni, nincsen 3 millió. Tehát ez egy sokkal bonyolultabb dolog, és az, ami nagyon örültem például az önkormányzat, hogy úgy tűnt, hogy tök jó volt megjelent képviselőjelölteknek legalábbis a hozzáállása, mert azt mondták, hogy igen, ezt is lehet majd csinálni, de ezt az egészet meg kell előzze szintén egy nagyon komoly kommunikációs kampány, akár egyenként, hogyha már megvan az, hogy kik azok, akikkel kéne beszélni egyenként hozzá. Tehát, hogy ez a legvégső, hozzáteszem már csak azért is, mert hogyha ezt elkezdjük felszorozni, még én nem, de meg fogom csinálni ezt a kis mini tanulmányt, hogy legalább lássuk, hogy hány házról beszélünk, de hát egy ilyen gázbevezetés, hogyha mondjuk azt mondja az önkormányzat, hogy ő ezt támogatja valamilyen módon, hát ez nagyon sok millió forint, ezt nyilván az önkormányzat. És miért fizetnénk közpénzből valakinek a gázbevezetését? Hát így van. Hozzánk se fizette ki senki. Pontosan, szóval ez egy nagyon komplex probléma, de minden esetre az, hogyha meg kell nézni a jogi hátterét, most ezen is dolgozunk, hogy legalább képbe legyünk, hogy egyáltalán milyen lehetőségek vannak, de mondom, tehát a lényeg az, hogy ki kell tűzni szerintem távlati célokat, ez nagyon fontos, mert az adja az irányt, de a lényeg az, hogy meg kell tenni nagyon aprólékosan és sokáig ezt a kommunikációs részt. Ez ami minden múlik. Én hiszek abban, hogy ennek hatása van. Hiszek abban, hogyha mondjuk magára a hulladékkal fűtére nem is biztos, hogy egyből van hatása, de legalább a környezetében élők, ha azt látják, hogy ez egy, és zavarja őket, és ez egy folyamatosan, akkor lehet, hogy együtt oda mennek beszélni azzal az emberrel, jó szándékúan, nem fenyegetőzve. Nehéz ez a téma, ez biztos, de én mondom, hiszek abban, hogy kitartó, hosszas, ez egy kemény kicsit munkával lehet, olyan, mint lehet célt élni. Szelektív hulladékgyűjtés. Én tudom, hogy hát amikor ez elkezdődött, akkor az ember főleg eleinte lelkesedésből is megvédjük a környezetet, elkezdte gyűjteni. Aztán esetleg rájött arra, hogy akkor már kevesebb hulladék kerül a kukába, akkor én is jobban járok, tehát van a dolognak előnye. De igazából ebben nagy előrelépést a gyerekekkel ér el az ember, mert a gyerekek ezt tanulják mondjuk az iskolában, és akkor ez úgy beleillik a mindennapjaikba, és ha valahol nincs szelektív gyűjtő, akkor ők már hiányolják, ha ezt megszokták. Na hát, ha a gyerekeket is sikerül arra rávenni, hogy hát ez mennyire káros és ez mennyire rossz, lehet, hogy a gyerekeken keresztül el lehet majd érni, hogy hát akkor apuka ne gyújtson be, mondjuk festett fával. Hát ez így van, például mikor is márciusban, ugye, vagy nem is, na mindegy, szóval az év elején valamikor például az egyes számú általános iskolában engem meghívtak, hogy tartsak egy előadást erről az egész problémáról, ott voltak 8-os gyerekek, végig figyeltek, tehát hogy tökre érdekli őket a téma. Én azt vettem észre, és azt, tehát nagyon sok tanár meg tanító foglalkozik ezzel a témával, én szerintem a gyerekek sokkal jobban képbe vannak, mint a felnőttek nagy többségén, azt gondolom. Meg kell csak nézni ezt az egész klímaválság kapcsán, ugye ami most volt tüntetés, nagyjából nagy részt csak 18-20 év körüli fiatalok voltak ott, tehát ez egy olyan, hiszen tényleg az ő közvetlen jövőjükről is szól ez az egész, tehát
ők, én szerintem ők már képben vannak, csak hát azért nyilván itt, mert én nem vagyok pedagógus, de hogy így beszélgettünk erről a témáról pedagógusról, szóval azért nem az ő feladatuk azt, hogy megtanítsák a szülőiket azt, tehát hogy ők lehetnek egyfajta jelző, de azért ugye azzal is vigyázni kell, hogy igen, nekik az a dolguk, hogy tanuljanak. Igen, de egy kisgyerek odáll egy felnőtthöz, és azt mondja, hogy bácsi, te hogy mered tönkretenni az én jövőmet azzal, hogy te itt most ilyennel tüzelsz, és utána én leszek tőle beteg? Hát így van, hát ezt mindenkinek saját magának kell mérlegelni. Én, tehát na, mindegy, tehát hogy igen, tehát teljesen egyetértek, ez egy működő struktúra lehet. Nyilván mondjuk ezt szándékosan generálni nem kell, de hogyha a gyerekek úgy döntenek, hogy ez ügyben csak, mondom, azért ez egy nehéz ügy, tehát azért oda menni ahhoz az emberhez, aki így fűt, azért az nem egy olyan egyszerű történet. Mit tesznek a folytatásban? Mik a további tervek? Hiszen most kezdődik igazából a fűtési szezon. Így van. Nagyon örültünk ennek az egész találkozónak, tökre azt, tehát az önkormányzati képviselőjelöltekkel való találkozónak, tökre azt a visszajelzést kaptuk, hogy van értelme annak, amit csinálunk. Sőt, a tetejében még én is ezt gondoltam, hogy ez így működik, egy önkormányzat nem úgy működik, hogy ő majd kitalálja, hogy mit kéne csinálni, és akkor ő azt csinálja. Ez a rossz verzió. Én mindig azt szoktam mondani, hogy szerintem Magyarországon ez egy általános probléma, hogy egyszerűen a politikusoknak nem adunk elég munkát. És ezért egy politikus elkezdi saját maga kitalálni a saját maga kis történeteit, hogy nyilván világos, bekerüljön a sajtóba, stb. És néha lehet, hogy jól tapintott rá dolgokra, de hogyha nincs igazi visszajelzése, hogyha nincs jelzés, hogyha nincs input ebben az egész történetben, akkor ő nem fogja tudni jól végezni a munkáját, ami ugye az, hogy képviselje az ott élők érdekeit. Na most, tehát erre is kaptunk visszaigazolást, hogy az, amit csinálunk, így civil oldalról, az egy nagyon fontos bemeneti adatforrás az önkormányzat számára, hiszen hogyha mi megmondjuk, hogy melyik óvodában van mondjuk a közelben olyan ház, ahol ez probléma, hogy melyik óvoda az, ahol van ilyen, itt Budaörsön, kinéz az óvónő, oké, most gyerekek, ne menjünk ki. Tehát ezért ez elég lesújtó így 2019-ben a klímaválság kellős közepén, tehát mindegy, nem akarom túl dramatizálni, de azért ennek vannak nagyon súlyos és ténylegesen frusztráló részei, de a lényeg, hogy ez kiderült ezen a megbeszélésen, hogy az önkormányzat is úgy gondolja, hogy van értelme, amit csinálunk. A folytatás azt még nem tudjuk, szeretnénk mindenképpen majd elkezdeni az önkormányzattal való együttműködést, de ezt majd akkor, hogyha már lezajlottak a választások, fölállt az új kabinet, és működik. Meglátjuk akkor a folytatást, így van. Hívjuk legközelebb is, hogy mire jutottak. Köszönöm rendben szépen a beszélgetést. Köszönöm szépen én is. Mihály nap alkalmából vásár tartottak a Csillagfürt óvodában. Ez egy 2007-re visszavezethető hagyomány a nevelési intézményben, és nem csak a népszokás felelevenítése a célja, hanem az, hogy így gyűjtsenek az ovis csoportok plusz kiadásaira. A szülők ételeket és kézműves tárgyakat árultak, a befolyt összegből pedig játékokat vagy kirándulást finanszíroznak a csoportok. Bár a portékák elkészítésében a nagy csoportosok már részt tudtak venni, mégis inkább a néptánc és a bábjáték szórakoztatta jobban a gyerekeket. Százas? Én is úgy emlékszem, hogy sütemény, üdítő és egyéb finomság is került a rögtönzött standokra a Csillagfürt óvoda hagyományos mihálynapi vásárában. No meg igazán míves kézműves portékák, amelyeket többnyire a szülők készítettek erre a különleges alkalomra a gyerekeik segítségével. A szülőkkel közösen készítettünk többféle ilyen kis sütit és kézműves tárgyakat a gyerekek közösen, és a pénzt pedig arra fogjuk felhasználni, hogy a gyerekek el tudjanak menni néha fagyizni, vagy beszünk bele játékokat a csoportnak. Mennyi munka volt ez egyébként, hogy összegyűjjön? Hát változó, a zsíros kenyér elkészítése viszonylag gyorsan ment, azért viszont vannak olyan termékek is, amelyben beletettek több órát is a szülők és a gyerekek, hogy el tudjanak készülni.
Nem csak a portékák elkészítéséből vették ki a szülők a részüket, többségében ők vállalkoztak arra is, hogy értékesítsék azokat. Igaz, a legtöbb helyen az egyes csoportok óvónői is segítettek a vásározásban. Ez a Maci csoportnak a standja. A szülőknek köszönhetjük ezt a sok minden ajándékot, finom szendvicseket, gyümölcsöket, gondoltak az egészséges életmódra is. Nagyon finomak ezek a gyümölcsnyársaink, de készültek egészséges lekvárokkal is, amit az egyik anyuka készített, valamint van természetes alapokon készült kecsapunk, amit még célszerű a mai nap alatt elfogyasztani, mivel nincsen benne tartósítószer, de például aszalgyümölcseink is vannak. Gondoltunk a kislányokra is, hiszen karkötőket is árulunk számukra. Szülői összefogásnak köszönhető ez a gazdag választék. Mennyire dolgoztak a szülők, és mennyire vették mondjuk a gyerekek ki a részüket a munkából? Hát ez jó kérdés, ugye nekünk most kis csoportosaink vannak, úgyhogy szerintem a gyerekek inkább csak nézelődők voltak, és elsősorban az anyukák munkáját dicsérik. Bár a standunknál van egy nagyon aranyos apuka, aki lufikat készít, így az apukák is érvényesülni tudnak. A méhánynapi hagyományok, időjárásjóslások és néphagyományokra nyúlik vissza, például a Szent György napkor kihajtott állatokat ilyenkor hajtották vissza és adtak számot az állatokról, valamint ilyenkor voltak a vásári játékok, tehát ilyenkor a juhászok szerezték be a különböző eszközeiket vásárok alkalmával. Amit itt látunk az óvoda udvarán, 2007 óta tartjuk igazából ezt a méhánynapi vásárokat. Több oka is van ennek, egyrészt a néphagyományok felelevenítéséről szól, másrészt meg biztos látták már ezeket a portékákat itt kint az asztalokon, csoportok aktív szülei készülnek különböző vásári portékákkal, amivel a mai igény, inkább azt mondom, hogy nagy anyagi igényeket próbáljuk ezzel kielégíteni, tehát segítik a csoportot azzal, hogy különböző dolgokat készítenek, és ezzel növelik a csoport bevételét, amit a gyerekekre tudunk fordítani. Ez meg hogy néz ki? Hogy néz ki, mint egy nagymama? Mázsula nagymama, Mázsula nagymama, csúnya, csúfolódók vagytok, én nem is játszom veletek. Amíg a szülők vásároztak, az alatt a gyerekek sem maradtak program nélkül. Őket a hajdan volt vásárok kihagyhatatlan szereplői, a bábosok várták. Manócska humoros alakja és Tádi esetlen próbálkozásai most is sokaknak csalt mosolyt az arcára. Miért nem mész át egérkihez, ő biztosan szívesen játszana veled? Micsoda? Ahhoz a nagyszáj egérhez én nem megyek. Miért nem? Mert mindig gorombaságokat mond. Például? A múltkor is, amikor fogócskáztunk, azt mondta nekem, hogy Mazsula, te olyan lassú vagy, mint egy csiga. Jaj! Mert azért is nem szeretek vele játszani, mert mindig az van, amit ő akar. Az előadás után a mihálynapi sokadalom záró eseményére az ösztáncra került sor Zita óvónéni irányítása mellett. Itt óvónők, a gyerekek és a szülők közösen ropták a táncot. A néptáncot a Zita óvónénénk az, aki megszereteti a gyerekekkel, és hát ugye pedagógusok mindannyian a Zita óvónénitől tudunk segítséget kérni. A néptánc egy nagyon szép hagyománya a vásári játékoknak a megnyitása, és amikor ebbe bekapcsolnak a szülők, ez most jelenleg egy ad-hoc koreográfia nélküli táncot láthatnak, ebben mindenki bekapcsolódik, aki tud örömmel. Bár a táncos mulatság sokakat megmozgatott, azért jó páran inkább csak lelkes szemlélői voltak a produkciónak, elismerve a szülőtársak és a gyerekek bátorságát. A Városi Magazin után mindjárt a vasárnap élőben közvetített választási vitaműsorokat láthatják. Ma a 6-os számú egyéni választókerület képviselőjelöltjeinek a vitáját ismételjük, utána pedig jön a polgármesterjelöltek második szócsatája. Az elsőt megtalálják a honlapunkon, egyébként holnap a 7-es választókerület műsorát ismételjük, aztán szerdán a 8-ast és így tovább, majd mindegyik után láthatják a polgármesterjelölti vitát is. No de most van még programajánlónk is.
Csücsök zene foglalkozás lesz babáknak és családjuknak a Posztárton kedden 10.30-tól. Az eseményen zenés és ritmusos játékokkal fejlesztik a ritmusérzéket, a mozgáskészséget, az intelligenciát és a finom motorikát. Ingyenes hagyományőrző szakkörbe várják a gyerekeket a Heimat Múzeumba szerdánként délután 3:30 és 4:30 között. További információt a 0623 440 217-es telefonszámon kérhetnek. A Budaörsi Párkapocs Egyesület ismét izgalmas előadásra hívja az érdeklődőket. Dr. Pécsi Rita neveléskutató, amikor vizsgázik a bizalmunk címmel, beszél arról, hogy milyen, amikor a tapasztalatok elnyomnak minden bizalmat. Szerdán este 7 órától a Mindszenti iskolában. Legvégül pedig megmutatjuk elérhetőségeinket, ha van véleményük, kérdésük, akár a választásokkal kapcsolatban is, akkor hívjanak bennünket, vagy írjanak nekünk. Én pedig már most elmondom, hogy vasárnap este élőben számolunk majd be a szavazatok összeszámlálásáról. Reményeink szerint tőlünk tudják meg a leggyorsabban az eredményeket. Este 8 órakor kezdődik majd az élőadásunk, tehát vasárnap, ne hagyják ki. Mára köszönöm a figyelmet, jönnek az ismétlések, viszontlátásra! Városi magazinnal legközelebb szerdán 18 órakor jelentkezünk itt a Budaörsi Városi Televízióban.